Milliárdos segítség az álláskeresőknek, munkahely teremtési és megőrzési programok. Nem lesznek az idén sem menetrend szerinti járatok, közel 1700 gépet fogad évente a Pogányi reptér. Az ellenzék szerint csőd, a városvezetés szerint megfelelő, vita Pécs költségvetéséről. A fiatalok életmódját vizsgálják, indul az iFamily program a régióban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Több milliárdos munkahelyteremtő és megtartó programot hirdetett az állam, külön segítik a hátrányos helyzetű álláskeresőket, de a fiatalok első munkahelyük megszerzéséhez is támogatást kaphatnak a munkaadók. A programokról a megyei munkahelyi központ tartott tájékoztatást szerdán. Milliárdokkal támogatja a munkahelymegőrzést és munkahelyteremtést 5 programban az állam, mondja a munkaügyi központ vezetője. A munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó cégek például adókedvezményt kapnak, ha a feltételeknek megfelelő álláskeresőket alkalmaznak. Ezek a célcsoportok a 25 év alattiak, az 55 év felettiek, az alacsony iskolázottságúak, a tartós munkanélküliek, a gyesrőgyetről visszatérő kismamák. Egy másik támogatott terület a munkahely megőrzés. Ehhez munkabértámogatást kaphatnak a munkaadók. A mikro, kis és középvállalkozások sem maradnak ki. Akár 2 milliót is kaphatnak egy-egy új álláshelyért. Országosan 10 milliárd forintra pályázhatnak, ha a beruházásaikkal munkahelyet teremtenek. A 25 év alattiakat pedig egy külön program segíti munkához jutni. Az első munkahely garancia program, amire a 25 év alatti fiataloknak a támogatását szolgálja, itt országosan 5 milliárd a keret, ez sincs leosztva a megyékre, itt is a pályázati aktivitástól függ, hogy mely megye milyen módon tud részesülni majd ebből a forrásból. Az 5. lehetőség a legalább 3 hónapja regisztrált munkanélkülieket célozza meg. 2 millió forintot nyerhetnek, ha a vállalkozásba kezdenek. Ebből eszközöket vehetnek, illetve minimálbért kapnak 6 hónapig a cégük beindítása után. Janovics László azt is elmondta, hogy dolgoznak egy speciális pécsi támogatáson. Az EKF után ők is felkarolják a kreatív ipari cégeket, valamint az ott dolgozni vágyó egyetemistákat. A tervek szerint legalább 50 friss diplomás elhelyezkedését szeretnék támogatni ezen a területen. A programot előreláthatólag 1 hónap múlva hirdetik meg. Másfél milliárdos segítség érkezhet a Pécsi Egyetemre a kormányzattól tavasszal. A BAMA információi szerint erről folynak tárgyalások a felek között. Szűcs József, a Pécsi Tudományegyetem költségvetési főfelügyelője a lapnak azt mondta, a részletek kidolgozása jelenleg is zajlik, ám az biztos, hogy gazdasági következményei is lesznek a lépésnek, azaz további spórolások szükségesek. A költségvetési főfelügyelő elbocsájtásokról nem beszélt, azt azonban elmondta, hogy elkerülhetetlen a strukturális átalakítás az oktatásban. A Magyar Államkincstár a napokban tette közzé a legnagyobb adósok listáját. Az adatok szerint a lista élén a Pécsi Tudományegyetem áll 4,4 milliárd forinttal. Működési nehézségekkel küzd a siklósi vár, miután nem kapták még meg a múlt év végén beígért 30 milliós támogatást. Ezt a pénzt az új siklósi vízszolgáltatótól remélték, de a DRV ZRT véletlenül a közművekre kivetett adó miatt egyelőre ezt nem tudta teljesíteni. Mojzes Tamás, a Siklósi Várszínház ügyvezetője a megyei napilapnak elmondta, hogy jelen pillanatban a megörökölt nagy adósságból 35 millió maradt hátra. A Várszínház Kft. 10 millió forintos segítséget kapott tagi kölcsön formájában a siklósi önkormányzattól. Ezt is számolva a megörökölt adósságállományból az elmúlt bő fél évben 25 millió forintot sikerült ledolgozniuk. Nem indulnak és nem is érkeznek charterjáratok az idén a Pogányi repülőtérre. A menetrend szerinti járatokról egyelőre folynak a tárgyalások. A reptér egyébként 2012-ben jó évet zárt, köszönhető ez annak, hogy a légiforgalom egyre inkább eltolódik a nemzetközi irányba. Az éjszakai rossz időjárási körülmények miatt a Pécsin kívül a Sermelléki mentőhelikopter is a Pogányi reptéren töltötte az éjszakát. Mielőtt azonban javult az idő, és utóbbi is vissza tudott indulni állomás helyére. A Pogányi reptér, annak ellenére, hogy sokszor lehetett hallani bezárásáról, jó évet zárt 2012-ben.
Évente 1500 és 1700 közötti felszállást végeznek Pogányból. A nemzetközi forgalom az növekszik, a helyi belföldi az meg csökken. Ez számokban annyit jelent, hogy tavaly 2011-hez képest közel duplájára 15-16%-ra emelkedett a nemzetközi forgalommal résztvevő járművek aránya. Ez a reptérnek pedig azért jó, mondja Dragovác Márk, mivel a nemzetközi forgalomban résztvevő légijárművek több szolgáltatást vesznek igénybe, több illetéket fizetnek a reptérnek, illetve több üzemanyagot vásárolnak, amely növeli a bevételt. A Pogányi reptérnek tavaly 90 millió forint volt a bevétele, amely közel 30%-kal több, mint 2011-ben. Sajnos a jelenlegi állás szerint rengeteg tárgyalást folytattunk légitársaságokkal és utazási irodákkal is. Úgy néz ki, hogy az idejében a charterjáratok nem fognak elindulni. Ezt az utazási irodák leginkább avval magyarázzák, hogy a régiónak a fizetőképes kereslete az továbbra is csökken, és nem tudják ezeket az utakat eladni. Az igazgató elmondta, próbálnak több légitársasággal is tárgyalni, és kaptak is jó ajánlatokat. Ennek ellenére mégsem indítanak az idén charter és menetrend szerinti járatokat. Péntekig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire. Egy felvételiző legfeljebb 5 képzést jelölhet meg. A szeptemberben induló képzések listája és a jelentkezés tudnivalói a hivatalos kiegészítéssel együtt megtalálhatók a felvi.hu honlapon elérhető felsőoktatási felvételi tájékoztatóban. Fontos, hogy a felvételizők még a jelentkezés benyújtása előtt olvassák át az aktuális szabályokat, pontszámítási módszereket és az egyéb, az érvényes jelentkezéshez szükséges tudnivalókat. A végleges jelentkezéseket legkésőbb március 1-jéig kell rögzíteni, majd március 11-jéig hitelesíteni. A pontszámítás az alapképzéseken, az osztatlan képzéseken és a felsőoktatási szakképzéseken 500 pontos rendszerben történik, vagyis a tanulmányi és az érettségi pontok maximum 400 pont mellé különböző jogcímeken maximum 100 többletpont kapható. Mesterképzéseken a jelentkezők maximum 100 pontot szerezhetnek. A pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a felvi.hu oldalon. Éles politikai vitát váltott ki Pécs idei költségvetési tervezete a pénzügyi bizottság szerdai ülésén. Az ellenzék szerint nem valósak a számok, így félő, hogy működésképtelenek lesznek a városi cégek már nyárra. A városvezető oldal szerint felmérték az igényeket, ez alapján tervezték a kiadásokat, így szoros, de biztonságos a költségvetés. Idén 40 milliárd forint a főösszeg. Azért nullás ez a költségvetés, mert hogy játszottunk egyet a számokkal, bevételeket ugye egy picit akkor növeltük, hogyha már vannak olyan fix kiadásaink, amiket nem lehetett tovább csökkenteni, és azt kell mondani, hogy a reális költségvetés. Nem igaz ez a költségvetés. Ezt mondta Pécs 2013-as költségvetéséről a szocialista Nyőgéri Lajos. A képviselők a pénzügyi bizottságban tárgyalták szerda délután a rendelet tervezetet. Nyőgéri szerint túlzóak az ingatlan eladásból remélt összegek. Az ingatlanból azért 2,4 milliárdra számítanánk. Olyan ingatlanokból, amit tavaly sem sikerült értékesíteni, idén meg még annyira sem. Így a politikus szerint félő, hogy már nyár közepén 3-4 milliárdos kormányzati gyors segélyt kell kérnie a városnak, ha nem akar csődöt jelenteni, ugyanis nem tudja majd finanszírozni cégeit. A bizottság elnök szerint szoros a költségvetés, nincs nagy mozgástere a városnak. De hát ez nyilván köszönhető sok mindennek, többek között a elmúlt 12 éves szocialista kormányzásnak is, hogy ilyen helyzetben van a város, hogy bizony idén is, már nem emlékszem, bátorja 3 milliárd, most pontosan, hogy 3 milliárdos hitelvisszafizetést kalkuláljuk. Ennek ellenére annyit terveztek a cégek, intézmények működésére, amennyi kell. Erről egyeztettek is az érintettekkel, mondta Trombitás Károly. A város hitelállományának legkevesebb 50, de lehet, hogy 70%-át vállalja át a kormányzat. Ez júniusban valósulhat majd meg. Lényeges változás, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, de a város fizeti majd a működés egy részét saját bevételből. Az önkormányzatnak sok bevételi forrása nem marad. A legnagyobb az a helyi adó, majdnem 10 milliárdos tétele, amiből finanszíroznunk kell a város összes városi fenntartásban lévő feladatot,
mint például az iskoláknak a nem szorosan szakmai költségeit. Vagyis a rezsiköltségeket. Ez évi 2,3 milliárdba kerül. Egyébként közel 40 milliárdos a költségvetés főösszege. Ez kevesebb a tavalyinál. Idén kiesik az oktatás után kapott 5 milliárdos fejkvóta, illetve az SZIA-ból és a gépjárműadóból is kevesebb jut Pécsnek, összesen 10 milliárdan. Az európai fiatalok élelmiszer választását, életmódját és egészségét befolyásoló tényezőket vizsgálja 5 éven keresztül a tavaly indult iFamily projekt. A programban évekkel ezelőtt 3300 magyar gyermek egészségi állapotát mérték fel. Ennek folytatásaként most ezeknek a fiataloknak a testvéreit, illetve biológiai szüleiket fogják vizsgálni. Európa szerte ez közel 50 ezer embert jelent. Ez egy hatalmas felmérés, és a célja az, hogy felderítsük, hogy mi az, ami befolyásolja a gyerekek, illetve a családok ételválasztását, ízválasztását, életmód stílusát, hogy ennek segítségével olyan ajánlásokat adjunk az önkormányzatoknak, magyar kormányzatnak, Európai Uniónak, amellyel a lakosság egészségi állapotát tetemesen javítani lehet. Foltokban már Baranyában is megjelent a belvíz, ezért a további esők okozta veszélyek fontosságára hívják fel a szakemberek a figyelmet. A mezőgazdasági termelők visszajelzései szerint Baranyában, a Hegyháton és a megye déli, Siklós alatti részein jelent meg foltokban a víz a szántókon, más mezőgazdasági területeken is. A november óta tartó csendes csapadékos időszak alatt a termőföld gyakorlatilag 100%-ban telítődött nedves. A mostani és az ezt követő esőzés már extrát jelent. Az előrejelzések szerint a február végi csapadékos napokat március elején legfeljebb napi záporok követik. A tavasz első hónapjának közepén azonban újabb több napos áztató időszak is lehetséges térségünkben. Hagyományos erdőtakarítási akciót szervez március 9-ére a Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület Vámos Mihály túraszakosztálya, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Mecsek Egyesület, a Mediterrán Régió Egyesület, a Biocom Kft. Közreműködésével, melyre minden természetbarátot és természetjárót várnak. Az akció a Tettyéről indul reggel 9 órakor, de később is lehet csatlakozni a főbb helyszíneken. A hulladékgyűjtő zsákokat, kesztyűket, láthatósági mellényeket a Biocom Kft. Erdészeti részlege biztosítja. Több száz PET palackot gyűjtöttek össze pécsi általános iskolások ma a Baranyai megyeszékhelyen. Az Ökováros Ökorégió Alapítvány célja a megmozdulással az, hogy felhívja a szelektív hulladékgyűjtésre a figyelmet. Először egy kupacba dobálták a PET palackokat, aztán összetaposták a műanyag üvegeket a gyerekek. Összegyűjtik, és újra hasznosítani papírra, meg ilyenekké. Ezeket újra lehet hasznosítani, és több hely legyen. Igen. Köszönöm. És nem káros a környezetnek. A sörös dobozokból alkatrészek, a kólás üvegekből pedig fali díszek, de akár pulóver is készíthető. Vagyis nagyon értékesek ezek a sokak által haszontalannak tűnő másod nyersanyagok, mondja az Ökováros Ökorégió Alapítvány titkára. Náluk kell kezdeni természetesen a szemléletformálást. Ők ezeket majd szépen haza is viszik, ebben nőnek föl. Ha esetleg a család még erre nem kattant rá, akkor ezután biztosan, mert a gyerekek nagyon nagy hatással vannak a család életmódjára, és hát ha felnőnek, akkor nekik ez lesz természetes. A figyelemfelkeltő akció célja az volt, hogy ösztönözzék az embereket a szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen amíg egy eldobott műanyag flakon lebomlása több száz évbe kerül, addig ha összegyűjtik, értékes és hasznos termékeket állíthatnak elő belőle újra. Addig, amíg csak egy városvezetése gondolja, hogy változtatnunk kellene a város működésén, addig biztos, hogy nem érünk el eredményt. Ha már a pécsiek többsége úgy gondolja, hogy változtatni kell a saját életvitelén is ezen a téren, akkor biztos, hogy ökovárossá fogunk válni. Kővári János elmondta, az utóbbi években a városvezetés számos lépést tett annak érdekében, hogy Pécs valóban ökováros lehessen, és az itt lakók egy tisztább, egészségesebb környezetben élhessenek.
Kis állatszépségversenyt hirdet az egyik pécsi hírportál. A legszebb pécsi kis kedvenc gazdája 30 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap ajándékba. Faj és fajta kritérium nincs, bárki bármilyen kis állattal nevezhet, amit otthon kedvenceként tart. A legtöbb szavazatot begyűjtő fotó nyer. Regionális híreink következnek. Tagadta bűnösségét a Böhönyei Takarékszövetkezet feltételezett fegyveres rablója. A tárgyalás ma kezdődött a kaposvári járásbíróságon. A vádlott azt mondta, a rablás idején ő éppen busszal utazott Marcaliba. Mint arról már korábban beszámoltunk, 2012. március 20-án a kora délutáni órákban egy férfi fegyvernek látszó tárgyal ment be a Böhönyei Takarékszövetkezetbe, ahol az alkalmazottakat a pénz átadására kényszerítette. Összesen 1 millió 49 ezer forintot rabolt, majd az egyik ügyintéző autójával sietett el a helyszínről. Nem érzi magát bűnösnek, így érvelt a bíróság előtt a 40 éves kiskunlacházi férfi, akit azzal vádolnak, hogy tavaly március 20-án fegyverrel rabolta ki a Böhönyei Takarékszövetkezetet. Kezében egy pisztolyt tartva, pisztolynak látszó tárgyat tartva, bankrablás felkiáltással alkalmazottat készpénz átadására szólította fel. A férfit korábban már 9 év fegyházbüntetésre ítélték rablás miatt, sőt egy másik büntetőeljárás is folyamatban van ellene, ugyanilyen bűncselekményért. A vádlott elismerte, hogy a rablás napján járt Böhönyén, ám állítása szerint csak átutazóban. Én pont abban az időben szerintem, amikor történt a rablás, én a buszon ültem. Már is hova tartunk? Marcaliban. Csak hogy vélhetően éppen az ő új lenyomatait találták meg a takarékban, mert a rabló nem viselt kesztyűt. A bíróság a mai tárgyaláson a Takarékszövetkezet dolgozóit hallgatta meg tanúként. A pénztárban dolgozó hölgy elmondta, arra lettek figyelmesek, hogy délután 1:30 körül egy alacsony ember fekete öltözékben, sállal eltakarva az arcát lépett be a pénzintézetbe. Egy ilyen fehér reklámszatyrot mutogatott én felém, hogy abba tegyem, de hát nem reagáltunk erre, én sem, senki. Akkor ő ismét határozottabban kérte, hogy adjam át a pénzt, és ne nyúljak a riasztóhoz, nem mozog. Végül a rabló késsel a kezében benyomta a pénztár ajtaját, mire az alkalmazott kinyitotta a fiókot, ahonnan a férfi kipakolta a pénzt, összesen 1 millió 49 ezer forintot. Ezután egy másik dolgozót fenyegetett meg. Kéri a kulcsot, már jól emlékszem ezekkel a mondatokkal, vagy mondattal, és kérdeztem, hogy milyen kulcsot, és akkor mondta, hogy a fekete kultónak kulcsát. Tehát onnan tudtam, hogy az én autómat kulcsát fogja kérni. A rabló ezután sietve távozott a járművel Marcali felé, a kocsit a rendőrök a 68-as úton, a nemes kisfaludi elágazóban találták meg. A vádlott jelenleg előzetes letartóztatásban van, a bíró 8 napon belül rendel el újabb tárgyalást az ügyben. Az országban elsőként Siófokon jöhet létre önkormányzati rendészeti szerv március 1-én. A városőrség létrejöttét megelőzendő, ma együttműködési megállapodást írt alá Piros Attila, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság vezetője, és Balázs Árpád, Siófok polgármestere. Mint az eseményen elhangzott, a munkáját 16 fővel kezdő városőrség nem a rendőrség feladatait végzi vagy veszi át. A szervezet egyik kiemelt célja a siófoki nyári éjszakák biztonságának garantálása. Dr. Herke Tamás, a városőrség vezetője elmondta, nem rendőri, hanem közösségi rendészeti feladatok ellátására szakosodott szervről van szó, amely több jogosítvánnyal rendelkezik, mint eddig a közterületfelügyelet. Hozzátette, a városőrök előállíthatnak személyeket, megtilthatnak belépést bizonyos területekre, sőt, akár bilincset, rendőrbotot vagy vegyi anyagot is használhatnak. A rezsicsökkentés ellenőrzéséért felelős fideszes munkacsoport vezetője törvénymódosítást nyújt be a szolgáltatók rezsicsökkentés ellenes magatartása miatt. Németh Szilárd kedden a parlamentben közölte, a szolgáltatók együttműködési készségének hiányát és a rezsicsökkentés ellenes magatartását tapasztalva a fogyasztók érdekében törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésnek. Ebben a már elfogadott 10%-os rezsicsökkentést a számlák végösszegének tekintetében törvényileg rögzítik, hogy minden trükközést kizárhassanak. Minden szolgáltatót köteleznek továbbá arra, hogy a rezsicsökkentés tényéről számszakilag alátámasztva tájékoztassák a fogyasztókat.
Vélhetően a vadháló sérülése miatt lephették el az M7-es autópálya Köröshegyi szakaszát. Tegnap kora délután kutyák és őzek teljes pályán le kellett zárni a Völgyhíd térségét, ahol vadászok és az autópályamérnökség munkatársai próbálták meggátolni a baleset veszélyes állatvonulást. A rendőrség közben a 7-es számú főútra irányította az autósokat. A vadászok végül 4 őzet és 2 kutyát lőttek ki, és megkezdték a vadháló javítását. A Duna jelenlegi szabályozatlansága milliós károk egyenes következménye lehet, hiszen így a folyami hajózás szinte teljes mértékig a folyó éppen aktuális vízszintjétől függ. A Duna magyarországi szakasza a hajózás szempontjából amúgy is sötét volt, hiszen a folyó hazai részén egyetlen duzzasztó sincsen. Nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érintette hátrányosan a 2011-12-es őszi-téli asszály. 2011 második fél évében szinte teljesen leállt a folyami hajózás is a Dunán, amelynek egyik legfőbb oka a folyó alacsony vízszintje volt. Sági Tibor, az egyik folyami gabonaszállítással foglalkozó cég ügyvezetője úgy fogalmazott, egyszer hajózható a Duna, egyszer nem. Szerinte a helyzeten egyedül csak egy duzzasztó mű kiépítése segíthetne. Az mindig megfelelő szinten tartaná a vizet, így a szállítás nem függne az aktuális vízszinttől. Ha innen elindulok Paksról és elmegyek Rotterdamig, hogy a Duna, Dunamajna és utána aztán a csatornán és a Rajnán, akkor a hajósok 66-szor zsilipelnek, tehát 66 zsilip van Rotterdamig. Magyarországon pedig egy sincs. Milliós károkkal vagy éppen ráfordítással járhat az, ha egy átlagosan 2000 tonna befogadó képességű hajó helyett kamionokkal kell szállítani az árut, azért mert a Duna éppen nem hajózható. 2000 tonna az 80 valahány kamiont jelent, az 80 valahány ember, rengeteg sok gázolaj, úgy számoltuk, hogy körülbelül 20-25-szörös energiaköltséggel jár ez. Egy duzzasztó mielőbbi kiépítését Horváth István is sürgette egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökével tartott egyeztetésen. Az országgyűlési képviselő szerint stratégiai és nemzetgazdasági kérdésről van szó. Jelen pillanatban több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik, tehát én azt gondolom, hogy ez a mai klimatikus tényezőket figyelembe véve ez luxus, tehát minél előbb a Duna víz készletét az öntözése, illetve az állapotát meg hajózása megfelelő módon kell kialakítani. Szakértők szerint egy duzzasztómű megépítésével a dunai hajózás évtizedes problémái oldódhatnak meg, emellett pedig megszűnhetne a hazai folyami szállítás verseny hátránya. Cukorrépa silót épít az Agrana Kaposváron, és egy csomagoló üzemet is létesít. 10 millió eurós beruházást tervez a cég. Johann Marihart, vezérigazgató, egy osztrák gazdasági lapnak azt nyilatkozta, az Agrana Horvátország felé is nyitni fog, amely az idei évben nyitja meg határait az uniós kereskedelem előtt. A Somogy megyei termelők bizakodóak és a piac kiegyenlítődését remélik. Horvátország cukorpiacát jelentősen átszabja majd az unióhoz való csatlakozás, legalábbis erre számítanak a szakemberek. Az idei évben ennyire teljes jogú tagsággal együtt kötöttségeket is vállal a déli szomszédunk, így a feldolgozandó cukorrépát EU-s tagállamokból kell majd beszereznie. 2018-ig él a kvótarendszer, ez erős határokat szab a megtermelhető cukorrépa mennyiségének is. Az egyik barcsi termelőcég vezetője azt mondja, a horvátok belépésével újabb cég lehet konkurenciája a kaposvári cukorgyárnak. A határnyitással az eszéki cukorgyár területi előretörése várható, itt a termelői kör már szerveződik, azon a földrajzi területen nagyobb változást okozhat ez a két gyár. Verőcek korábban is Kaposvárnak konkurenciát jelentett, most az eszéki gyár fog még újabb konkurenciát jelenteni. Ennek ellenére a verőcére exportáló Rideg Gábor azt reméli, hogy hosszú távon mind a termeltetés feltételeiben, mind pedig az árak vonatkozásában egyfajta kiegyenlítődés lesz. Hasonló véleményen van Szerényi Zoltán is, aki somogyádi földjén 50 hektáron az ország egyetlen cukorgyárának termel. Az, hogyha egy magyarországi cukorgyár együttműködik egy horvát, szintén EU-s ország cukorgyárával, az csak jó szerintem, mert egymást kisegítik, hol a horvátok adnak répát a kaposváriaknak, hol a kaposváriak adnak répát a horvátoknak. Egy határmenti forgalom, mert szerintem teljesen normális, minket termékeket ez nem aggaszt. Az, hogy idén mennyi cukorrépa hagyja el az ország határt, azt az év második felében mutatják meg a számok. Most a szerződéskötés ideje van, egyelőre mindenki óvatosan nyilatkozik.
Az Északi-Középhegységből is ellátogattak a 24. Kaszó-pusztai vérebb versenyre. Az országos megmérettetésen 18 vérebb vett részt. Jó orra és fizikumra volt szükségük a kutyáknak. A szakmai feladatok mellett a vadászat világába is bepillanthattunk. Kilométereken át követni kell a megsebzett vad nyomát, nem szabad letérni a nyomról. Ez a vérebb verseny egyik lényege. A fegyelmezett és kiváló szaglású kutyák immár 24. alkalommal versengtek Kaszó-pusztán. A 18 kutya az ország különböző részéről érkezett. A legtöbb feladatnál a négylábúak szaglása és fizikuma volt a mérvadó. Vezetékmunka az nem más, mint amikor hosszú vezetéken a kutya keresi a megsebzett vadat. Aztán a csatolásnak hívjuk azt, amikor a hajszára engedés előtt levesszük a nyaklót a kutyáról. A hajsza, amikor a kutya egyedül hajtja a vadat és megpróbálja megállítani. A közhiedelemmel ellentétben ezek a kutyák nem veszélyesek az emberekre, ugyanis speciálisan a vadak megfogására tanították be őket, mondja Galamb Gábor. Az elbírálásnál figyelembe vették, hogy az ebek mennyire egészségesek, milyen a küllemük és a temperamentumuk is számított. A végleges sorrend kialakulásához azonban számos kritériumnak kellett eleget tenniük a munkakutyáknak. Figyelték, hogy mennyire megtéveszthető az eb, illetve azt is, hogyha megtalálja a vadat, akkor egy helyben tudja tartani és őrizni, míg a gazdája meg nem érkezik. A vérebezés során a külföldi vadászvendégek is láthatják, hogy a magyar nimródok sokat tesznek azért, hogy a beteg vad ne szenvedjen. A munkának azonban anyagi oka is van. Ha ugyanis sebzetten elmegy a vad, a vendégnek ki kell fizetnie az érték 50%-át, mondja az erdőgazdaság vezetője. Hazánkban ma már egyre gyakoribb, hogy nagy terítékű disznóvadászatokon készenlétben áll egy vérebező. Rögtön jön az időjárás, előtt azonban lássuk a nap legfontosabb híreit, még egyszer egy-egy mondatban. Milliárdos segítség az álláskeresőknek, munkahely teremtési és megőrzési programok. Nem lesznek az idén sem menetrend szerinti járatok, közel 1700 gépet fogad évente a Pogányi reptér. Az ellenzék szerint csőd, a városvezetés szerint megfelelő. Vita Pécs költségvetéséről. A fiatalok életmódját vizsgálják, indul az iFamily program a régióban. Csütörtökön változóan felhős idő várható csapadék nélkül. Február 28-án a tél utolsó naptári napján nyugodt idővel búcsúzhat a tél. Reggel 3-4, napközben 9-11 fokot mérhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!